Mi visz rá embereket, hogy sok-sok kilométert gyalogoljanak, zarándokoljanak? Ez foglalkoztatta Mészáros Marianna művésztanárt, mielőtt több mint 10 éve elindult élete első zarándokútjára, az El Camino-ra, ahol többek között erre is megtalálta a választ. Mindenkinek megvan a maga útja, melyen a saját keresztjét viseli, de az úton egymás segítségére lehetünk, hogy könnyítsük egymás terhét, könnyebb legyen viselni azt. Nehéz sorsú, segítségre szoruló emberek közössége hallgathatta meg a Vojtiak házban tartott úti beszámolót, melynek tanulságai számukra is hasznosak lehetnek, erőt meríthetnek belőle. A hasznos ismeretekkel, jó tanácsokkal és tanító példázatokkal teli előadás követően halászlé ebéddel várta a segélyszervezet a rászorulókat, melyet az Algyői Halászcsáda tulajdonosa Barta László ajánlott fel és készítette többet magával. A 120 fő részére megszervezett ebédosztáson János István önkormányzati képviselő segédkezett a szociális intézmény munkatársai és önkéntesei mellett. Mészáros Marianna zarándok útjáról bővebb összeállítást látnak kiemelő magazinunkban.